Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Tavaszi rekordtermés született a Városi Kispeás labdarúgóbajnokság első osztályában, már ami a gólokat illeti. A 21. fordulóban összesen 53-szor találtak a csapatok az ellenfelek hálójába, így megközelítették az idei 57-es gólcsúcsot. Az eheti termésből a Blue Hétfő és a C plusz V 10-zel vette ki részét, hogy milyen eloszlásban, azt cirka 50 perc múlva megtudhatják. A Városi Kispeás labdarúgó bajnokság első osztályának 21. fordulójában Blue Hétfő, C plusz V, vagyis jelenleg két hullámvölgyben lévő alakulat csatája. Fehérmezben a Blue Hétfő, balról jobbra támad a képernyőn még világos kép, szerelésben a C plusz V együttese. És azért mondtam, hogy két hullámvölgyben lévő gárda, hiszen a tabellán a C plusz V jelenleg az 5. 32 ponttal, a Blue Hétfő pedig a 6. 30 ponttal, tehát mindössze 2 pont a különbség a két együttes között. És a C plusz V 4 mérkőzés óta, még a Blue Hétfő 3 találkozó óta nyeretlen. Utolsó győzelmét a C plusz V még március 19-én a Fedél Kft. Ellen aratta. És az első valamire való helyzet Belegrai veszélyeztette a C plusz V kapuját. A labda azonban elkerülte a ketrecet, így most a képmezesek lendülhetnek támadásba. Birbauer. Belegrai Ferenc. Birbauer. Szabó József lábáról pattan ki a labda. Két együttes összeállítása a Blue Hétfő kapuját Németh Attila őrzi, 17-essel Belegrai Ferenc, 19-essel Belegrai Péter, 8-assal Vas Tibor, 10-essel Borbély Tamás, 9-essel Birbauer Norbert, 7-essel Hubmer Bálint, 4-essel Bóka Csaba, 3-assal Molnár Gábor, a C plusz együttesében pedig Disztl Péter a kapuban, Müller Csaba, Mayer László, Pocsánkor, Horváth Zoltán, Szabó József és Horváth Ferenc. Molnár, Belegrai, elnézős, Bóka, Molnár Gábor kapta vissza, aztán most már Borbély indulhatna meg. Horváth Zoltán volt szabálytalan. Szép játék, Borbély lecsúszott a lábáról. A harmadik percben járunk, és egyelőre Blue Hétfő helyzetekről lehet beszámolni. Most Horváth Zoltán esett el Borbéllyal való találkozása után. Baráti Pacsi megvolt, Mayer a kapufát találja el, és egy gól az első a mérkőzésen. A 4. percben a C plusz V megszerzi a vezetést, némi szerencsével ugyan, hiszen a kapufáról pattant vissza a labda Németh kapus hátára, onnan pedig a hálóba hult a játékszer. 1-0-ra vezet a 4. percben a C plusz V. Tulajdonképpen helyzet nélkül, hiszen még kapura lövésig sem jutottak a kékmezesek. Szabó József Borbélyt csapta be, aztán ő dobhat. Birbauer fejelte ki, Müller, Horváth Zoltán perdíti fel. Belegrai még megmentette a vonal előtt, azonban így a labdát a C plusz V játékosai szerezték meg. Szabó, Horváth Zoltán, Müller,
egészen hátra disztűnek. Szabó. Müller felé az indítás. Német azonban jó ütemben lépett ki kapujából. Molnár Gábor pertítette tovább, Birbauer pedig igazán nem is tudta, hogy beadja vagy kapura lője. Egy köztes megoldás, ami nem igazán vezetett eredményre. Müller. Molnár Gábor. A félpálya közepéről tüzelt. A labda elkerülte a Csépüszék kapuját. Hatodik perc, 1-0-ás. Csépüszé vezetés. Bóka. Molnár. Pott szerelte Májerre, aztán Molnár szerzi vissza a labdát. Horváth Zoltán tisztáz végül. Majd elveszti Molnár. Bóka. Borbély zárkózik fel. Bóka lövi el. Nem sokkal ment mellé. Pott. Disztő Péter. Pott Sándor sarokkal középre, azonban fehérmezes szerezte meg a labdát. Szabó. Birbauer jó szerelése. Most Müllerben akad el a labda. Szabó József jól tartja, aztán egy jobblábas lövés, Borbély vetődött vele. Birbauer fejelte ki. Molnár. Bóka. Belegrai csizmaszárral találta el a labdát. Zavartalanul vehette volna a célba a Disztő Péter kapuját. A két együttes még novemberben, az őszi fordulóban már találkozott egymással, és akkor a Csépüszvé 6-2-re nyert a múlt hétfő ellen. Molnár. Májert kerüli meg, Birbauer. Májerről ment ki a labda. Múlt hétfő bedobás egészen hátra Belegraig. Fölé is, mellé is marad az 1-0-ás Csépüszvé vezetés. Birbauer. Belegrai. Molnár. Nem érkezett a jobb oldalon játékos társ. Kilencedik perc. Pott. Májer. Azt nem lehet mondani, hogy eszeveszett módon pörögnek a játékosok. Most Borbély adta el a labdát. Horváth Zoltán. Estében lőtt Németről, kijött a labda, az ismétlés pedig Birbauerben akad el. Pottfejese, gyönyörű gól, a már megszokott figura a Csépüszvétől. 2-0 az eredmény a 9. percben, a gólszerző pedig Pott Sándor. Oly sokszor bevetik ezt a figurát a címvédő játékosai, hogy egy bedobásból, egy fejessel juttatják a labdát az ellenkapujába.
és persze ezek az állított szituációk rendre Pocsándorra vannak kiélezve, kijátszva. Utóbbi fordulóban, azaz a 20. játék héten a Búvét fő a Fedél Kft-től szenvedett 6-3-as vereséget, míg a Csépuszé a Bombontól kapott ki 2-1-re igazán szoros mérkőzésen. Bóka. Müller, Mayer, Disznő. Egészen a másik kapusig, Német Attiláig. Most már Bóka a kidobással. Molnár Gábor, Bóka kapja vissza, Borbé. Hummer Bálint zárkózott fel a bal oldalon. Müller. Mayer, Horváth Zoltán. Disztl. Müller. Szabó indul meg. Szabó! Német jól érezte a labdát. Lábbal hárított. Mayer adja haza. Disznő. Horváth Zoltán, aztán Müller, Szabó. Szép játék lett volna, hogyha nem akad el Kummer Bálintban. Müller. Szabó engedi ki a labdát, ott a fejes most célt tévesztett, talán hogyha még egy kapu lett volna az igazi felett, akkor jegyezhetnénk egy találatot. Vas, Mayer fülelte le az átadást, Müller, Disznő. Ott, majd ismét Mayer a labdával. Szabó még megmentette a vonal előtt. Horváth Zoltán indul be, kapja is a labdát, egy picit körülményes, és így oda lehetőség. Horváth tartja még a labdát. Most már visszaérkeznek a Blue Hét főjátékosai. Müller, Mayer. Szép csel, Mayer lövi el, 3-0. 14. perc. 3-0-ás Csépluszi vezetés, és Mayer második gólját szerzi ezen a mérkőzésen. Azt kell, hogy mondjam, sokkal szervezettebben játszik a bajnoki címvédő. Közben a Blue Hétfő együttesek kapust cserél. Némi tanácstalanság. Német Attila leült a kispadra, és most valakinek be kell állni a kapuba. Belegrai Péter az, aki felveszi a kapusmeszt és a kapuskesztyűt, így majd ő folytatja a ketrec előtt.
Minden rendben. Most már mehet tovább a játék. Molnár. 3-0-ás C+E vezetés tehát. Bóka. És egyenlőre a Blue hétfő nem találja. A C+E. Magabiztos védekezésének ellenszerét egészen mostanáig. Szép játék volt, és a gólszerző pedig Vas. Szépít a Blue hétfő. Mindez a 16. percben. 3-1 az eredmény a C+E javára. Mayer. Birbauer szerez labdát. Bóka. Birbauer kapja vissza. Müller. Szabó. Mayer. Müller. Szabó felé az ívelés. Vas figyelt. És kifejelte a labdát. Müller Csaba bedobása. Ott érkezik. Birbauer. Kummer. Müllerben akad el. Bóka. Birbauer. Molnár. Bóka. Vas. Egy érintős játék. Bókát rántják le. A hatoson belül. És büntető következik. Felzárkózási lehetőség a Blue hétfő előtt. A játékosoknak át kell fáradni a másik térfélre. Csak is a kapus és a 7 méteres elvégző játékos maradhat. Kummer Bárint végzi el a büntetőt, és be is lövi. 3-2-re alakítja a mérkőzés állását. Továbbra is még a C+E előnyben. Kummer Bárint nagyon felhelyezte a labdát a bal felső sarokba, szinte védhetetlen volt a lövés. Birbauer. Müller érkezett, aztán tartják a labdát a fehérmezesek. Bóka jól vette észre Birbauert, aki bemozdult. A labda azonban nem jutott el játékos társáig. Mayer. Ott Szabó. A 19. percben járunk. Dúhétfő C+E 2-3. Disztin rúgja előre. Molnár Gábor a lefélt labdával, Vas pörgeti fel, és Diszlőnek kellett bizony reflexzerűen belenyúlnia, belepiszkálnia a lövésbe. Szöglet. Müller Csaba halászt el a labdát. Birbauer, Hummer. Vas. Szép cselek, Vas lövi el, Diszlő. Jól zárta a szöget. Szöglet, Kummer. Müller lép ki. Kummer Bálint lökte Müller Csabát. Ez bizony szabad rúgás. Mindez a mérkőzés 20. percében. Kéttagú a sorfal. Müller. Molnár. Eléri-e a vonal előtt? Nem. Kint volt. Ott.
bizony most lecsúszott a lábáról. Vas. Mayer állította meg. A sípmesterek szerint szabályosan. Aztán Müller heresztett meg egy kelemetlen lövést. Belegrai Péter hárított. Szabó Birbauer lábáról hagyta el a labda a játékteret. Ott bedobása egészen hátra Mayernek. Horváth Zoltán. Kummer őrzi szorosan. Horváth Zoltán lövi el, de nem elég szorosan őrizte Kummer. 4-2 a Cseh plusz V-nek. Félfordulatból lőtt Horváth Zoltán, és nagyon eltalálta a jobb alsó sarkot. Belegrai Péter nem tudta védeni. 22. perc, 4-2-es Cseh plusz V vezetés. Zoltán ott saját játékosát találta el. Hummer, Birbauer, Molnár. Vas ott mellett megy el. Cseh plusz V bedobás. Ott. Viszlő. Horváth Zoltán. Birbauer. Ott. Birbauer csúszott be keményen. Bóka. Vas. Bókának próbálta visszatenni, és ez sem volt veszélytelen. A labda azonban elszállt a kapu mellett. Ott. Müller. Molnárban akad el, aztán némi kakaskodás. Molnár Gábor és Müller Csaba között. És a Blue hétfő rukat szabadott. Bóka talpára csúszik el a labda. Pott Sándor nem sieti el a dolgot. Miért is sietné, hiszen 4-2-re vezet csapata. Viszlő Péter megdobja haza a labdát. Hummer. Újabb Cseh plusz V bedobás következik. Müller, ő is kapusát választja. A 25. percben járunk, tehát az első félidő utolsó perce. 4-2-es Cseh plusz V vezetés. Kummer. Birbauer. Belegrai Péternek hátra. Birbauer, Kummer, Vas, Szabó, Viszlő, sokszor van játékban, Vas, Mayer lépett közbe. Bóka fölé. Ott.
most már letelt a rendes játékidő, valamennyit bizonyára hosszabbítanak a sípmesterek. És bizony ez a hosszabbítás most a Chi plusz V-nek vált javára, hiszen a jobb felső sorokba juttatja a labdát, mégpedig Szabó József. Így már 5-2 az eredmény a Chi plusz V javára. Ez a 26. percben, tehát a hosszabbítás első percében, az első félidőben. Lisztl. A játékvezetők közben megbeszélték, hogy még egy percig engedik játszani a csapatokat. Szabó, Müller, lehet, hogy szaradt az egy perc alatt még egy gólt láthatunk. Ezt most Belegrai Péter akadályozta meg egy szép véléssel. Müller, Mayer, ez pedig már mellé. Most már a 27. perc derekánál járunk. Borbély. Szabóban akadt el, Bóka, Hummer, Hott, Szabó, Horváth Zoltán veszi merre, Mayer, Szabó, szép lövés, micsoda játék volt, az oldalháló rezdült, és ez volt az utolsó momentuma az első félidőnek. 5-2-re vezet a Chi plusz V a Blue hétfő ellen. Kérdés, a fehérmezesek tudnak-e újítani a második félidőben. Farkas. A Blue hétfő ismét kapust cserélt a második félidőben. Molnár Gábor állt a gólvonal elé. És egy új mezőnyjátékos a pályán, 6-os számmal, Juhász Attila a fehérmezes együttesnél. Pott. Öt-kettes Chi plusz V vezetés tehát. Pott. Müller fejjel át a túloldalra. Molnár Gábor piszkált bele. És 10-es számmal Horváth Ferenc a kékmezeseknél most a pályán. Szabó József ült le a cserepadra. Bóka. Borbé. Pott adja haza. Diszlő. Juhász csúsztatta meg. Molnár jött ki a kapujából a hatoson kívülre. Bóka látványos mozdulata. Eredménytelen. Pott. Horváth Zoltán. Müller. Mayer. Diszl. Juhász. Egy lövés, Diszl Péter lábbal hárít, vetődve. Nem is volt rossz kísérlet. Tulajdonképpen második labda érintése volt Juhász Attilának. Juhász. Belegrai. Juhász kapja vissza. Mehet tovább. Müller. Egy távoli lövés. Molnár Gáborról jön ki, és Horváth Ferenc ismétlése pedig centiméterekkel kerüli el a jobb kapufát. Borbély. Hott. Bóka szerelte. Pott bedobása a harmadik percben. Belegrai Péter. Mayer piszkált közbe. Diszl. Két fejen is megcsúszott a labda Horváth Zoltánén és Borbélyén.
Horváth Ferenc, Mayer. Horváth Ferenc kapja vissza, középre emel, Horváth Zoltán, Molnár Gábor. És most szabadult fel a Blue Hét főkapuja. Belegrai. Müller állította meg a labdát, aztán Belegrai szerzi vissza. A másik Belegrai, Belegrai Péter átlépte a játékszert, de ez nem zavarta meg Disznó Pétert. Belegrai Ferenc a bedobással, aztán Juhász, szép! Belegrai Péter vetődött bele a lecsorgó labdába. És a második félidő negyedik percében szépít a Blue Hétfő, 5-3-ra alakítja ezzel a mérkőzést. Belegrai Ferenc. Most bizony a második félidő első perceiben a C plusz V tér felén pattog többet a labda. Mindez azt jelenti, hogy a Blue Hétfő nem adta fel, és megpróbál felzárkózni. Pott. Jobb oldalon nem érkezett senki segíteni, így Juhász tudta szerelni Pott Sándort, aztán most már jól hozzák ki a labdát a fehérmezesek. Belegrai Péter disztülhárít, aztán Belegrai Ferencnél a labda. Müller. A 30. percben járunk. 5-3-as C plusz V vezetés. Bóka. Blue Hétfő szabad rúgás. Juhász. Borbé. Mellé. Egy tapsot azért megérdemel a játékostársaktól. Müller. Pott. Mayer indul meg, teljesen zavartalanul kaphatta a labdát. Müller. Mayer. Müller fut fel a bal oldalon. Borbé. Disztl Péter kísérte a labdát. És nem csak, hogy kísért, bele is ért, így szögletett a dologból. És most megint a C plusz V kapusának kellett birtokba vennie. Müller. Horváth Zoltán. Jól fordul le Borbéről. Horváth Ferenc. Molnár Gábor zárta jól a szöget. Borbé. Szabad rúgás, Horváth Zoltán fogta meg Borbé kezét. Belegrai Ferenc végzi el a szabad rúgást, legurítja Borbénak. Belegrai Péter. Horváth Ferenc, Mayer volt határozott. Horváth Ferenc még jobblábas lövése a jobb kapufa mellett csuhan el. Borbé. Belegrai. Bóka. Borbé. Belegrai Ferenc. Talán túl kombinálják most a Blue Hétfő játékosai. Borbé, Mayer lépett közbe. Juhász. Vas. Borbé. Horváth Zoltán szerel. Azonban az átadása rövid. Búka.
Müller, egészen hátra Disznó Péterig, Juhász, Borbély, Bóka kéri, egyenlőre nem kapja, a horvát Zoltánban akad el Belegrai, Juhász, most egy picit felpörgött a játék. Vas, egy lövés, centiméterekkel a kapu mellé. Pott. Horváth Zoltán. Mayer. Pott felé Molnár. Ő szabadít fel. Második félidő, 9. perce. 5-3-as C plusz V vezetés. Hát ez bizony nem volt túl szerencsés megoldás. Ott Disznó, Müller veszi le, sarokkal próbálja középre játszani. Horváth Ferencnek azonban visszafelé kellett fordulnia, és aztán pedig egy távoli lövés, ami a kapu felé felett száll el. Bóka, Vas, Borbély, Belegrai Ferenc, Mayer. Ott, majd ismét Mayer a labdával, Horváth Zoltán. Horváth Ferenc leveszi. Mitől tanultad ezt, fiam? Ezt a pontos labdát. Mayer. Belegrai. Bóka. Belegrai Ferenc. Bóka. Nem volt csúnya megoldás. Disznó Péter azonban résen volt. Egyébként az őszi C plusz E Blue hétfő találkozón a Blue hétfő mindkét gólját a 4-es számú Bóka Csaba szerezte. Most azonban még nem tudta bevenni Disznó Péter kapuját. Pott. Juhász. Kint volt már a labda. Borbély, Juhász. Belegrai. Bóka. Borbély zárkózik fel, nem kapja a labdát, Bóka lő, rosszul tesz, hiszen Pott Sándorban akad el. Borbély. Belegrai Ferenc. Juhász. Belegrai kapja vissza. Juhász. Disznó. Hosszú kidobás egészen a túlsó kapusig, Molnár Gáborig. Vas, Borbély, Müller Csaba, aztán Mayer a labdával. Hárman próbálták zavarni, és ez Bókának sikerült, hiszen szöglet lett a dologból. Borbély, Szabó Józsefről vágódik, vissza a labda. 38. perc. Belegrai bedobása. Szabó. Borbély. Bóka, nem találja el. Másodszorra igen. Akkor viszont már odaérnek a védők a labda útjába. Bóka. Belegrai Ferenc kapáslövés, nem volt csúnya mozdulat
A labda azonban elkerülte a kaput. Ott Horváth Zoltán merre veszi, aztán most már Vas fordulhat vele. Jók a cselek, Birbauer, Mayer, és ebből lehet indulni. Mayer Horváth Zoltántól kapta, és könyörtelen. Mayer harmadik gólja. 6-3 az eredmény. Második félidő 14. perce. Az elsőt, a harmadikat és a hatodik cséplőszél találatot is Mayer László szerezte. Egy gyors kontrakció. És lehet, hogy ez most igen kellemetlenül érinti a Blue Hill főjátékosait. Igaz, még 12 perc hátra van a mérkőzésből. A különbség 3 gól. Itt persze még bármi történhet. Mayer. Disztül kirúgása. Vas. Birbauer. Ott sarokkal tovább Borbély szerzi meg. Müller. Egy lövőcsel, aztán utána lövi el a labdát bal lábbal. Molnár a résen volt. Borbély. Birbauer. Bóka. Kint van. Persze kérdés az is, hogy a Csé plusz V nem túl fiatal játékosai miként, hogyan bírják majd a mérkőzés hajráját, hiszen azt köztudott, hogy a bajnoki címvédő együttes átlag életkora a legmagasabb a kispályás labdarúgó bajnokságban. Belegraj Péter, hát ez bizony elnézte. És mégis olykor oktatják a fiatalokat. Disztl. Müller. Molnár Gábor szép védése. Bár nem kapus, de most jól érezte. Meg kell állítani a játékot, hiszen a pálya tartozékát kell igazítani, hogy elkerüljék a baleset veszélyt. Mayer. Aztán Disztl rúgja előre egyből. Molnár. Vas. Belegrai Péter. Vas. Egy lövőcsel, és utána lőtt el. Szép volt. Horváth Zoltán. Mayer. Szabó, a háta mögé érkezett a labda. Életveszélyes kontrákat vezetnek a Csé plusz V játékosai. Bóka. Belegrai Péter, messze pattant tőle a labda. Oda a Blue hétfő lehetőség. Marad a 6-3-as Csé plusz V vezetés. A második félidő 17. percében járunk. Disztl. Szabó. Müller. Pontos labda. Kint volt. Kummer. Bóka. Disztl, Szabó, Müller nem féltette a lábát. Ez a labda viszont hosszú volt Horváth Zoltánnak és Szabó Józsefnek is egyaránt. Birbauer. Kummer.
Diszlő kidobása Szabó József felé, aki leveszi a labdát, aztán tartja, visszafordul, Mayer, hát ez bizony igen esetlen mozdulat volt. Bóka, Horváth Zoltán szerzi meg. Horváth Zoltán elesik, a 9-es vonalnál Kummer Bálint volt szabálytalan. Második félidő 19. perce. Mayer végzi majd el a szabadrúgást. Müller lövésébe pedig Kummer Bálint lép bele. Így most a C+C bedobással folytathatja a játékot. Ehelyett játékvezetői labda, hiszen plafont ért a játékszer. Ott Molnár Gábor remek ütemben lépett ki a kapujából, és most a mezőnyben nyeleskedik egy passz erejéig. Bóka, Diszlő, ott van még a lehetőség, és aztán Diszlő Péter veszi birtokba. Mayer Diszlőnek vissza, Horváth, Kummer érkezett igen keményen, és persze szabálytalanul. Pott. 45. percben járunk. Pott. Juhász. Bóka. Vas. Bóka, Kummer, Duhét főbedobás, amit inkább lábbal végzett el, Vas. Most nála a labda, Diszlő. Pott. Diszlő, Pott, a kapu előtt passzolgatnak. Kummer, Bóka veszi le. Juhász, Molnárik hátra. Vas, Müller, jó labdaszerzés. 3-2 ellen, Szabó, kapufa. Most már igencsak sürgeti az idő a Blue hétfőt, hiszen a hátralévő idő kevesebb, mint 4 perc. Mayer. Diszlő. Most már szépen komótosan járatják a labdát a kékmezesek. Ezzel is faragva a másodperceket. Vas, Bóka, Pott, Szabót előzte meg Kummer, Bóka, Müllert csapja be egy csellel, Vas, ő pedig elveszti a labdát, pontosabban kivezeti az oldalvonalon túlra. Müller Csaba dobja haza a labdát, Diszlő, ő Horváth Ferencet választotta volna, Juhász azonban jókor lépett ki. Bóka, Juhász, Bóka, Vas, Bóka, Diszlő. Vas, szép.
szép kombináció volt. Bóka gurította el a labdát az érkező Vas elé, aki ballal egyből lőtt, mégpedig a C plusz C kapujának bal alsó sarkába. 6-4 az eredmény. Még mindig a C plusz V javára a második félidő 24. percében. Vas második gólja ez ezen a mérkőzésen. Juhász, Hummer, Vas. Belegrai Ferenc magyarázza a figurát, és végül ő egymaga vállalkozott a szabadrúgás szituáció megoldására. A lövése a kapu mellé gurult. Diszlő kirúgása, Szabó, Mayer. Most már a mérkőzés utolsó percében járunk. Egy szabad rúgás a másik oldalon. Horváth Ferenc végzi majd el. Levágódik a sorfalról. Müller dobhat majd. Most már letelt a rendes játékidő, és a játékvezetők is így gondolják, hogy ezen a mérkőzésen már több lehetőség, gólszerzési lehetőség nem áll a csapatok előtt. Tehát a Blue hétfő C plusz V találkozó végeredménye 4-6. A gólszerzők Mayer, Pottmayer, Horváth, Szabó, Mayer, illetve Vas, Kummer, Belegrai, Vas. Ezzel a C plusz V meglépett üldözőitől. Tehát még egyszer a végeredmény. Blue hétfő C plusz V 4-6. Nos, a nyitómeccs megadta az alaphangot a 21. játékhétre. Az első osztály többi tagja is szépen púpozta a hálókat. Most egy találkozó sem maradt el, így 5 összecsapás összefoglalója következik. Ember volt a talpán, aki meg tudta jósolni a Bádogos Fedél Kft. Derbi végeredményét, hiszen két rapszodikus teljesítményt nyújtó alakulat rendezvúzott egymással a 21. fordulóban. Igen, kiegyenlített párharc folyt a mezőnyben, ám az első félidőben mégis a Fedél akarata érvényesült, és 2 gólos előnyre tett szert. Fordulás után aztán az eredmény is szorossá vált. A Bádogos nem adta könnyen a bőrét, a Fedél Kft. Mégis tető alá hozta elképzeléseit, és nagy csatában 3-2-vel gyűjtötte be a 3 pontot, életben tartva dobogós reményeit. Kiesési rangadót vívott egymással a 11. szépfőszeder és a 13. fészeképítő. A két együttes között mindössze 1 pont különbség volt a találkozó előtt, így kemény küzdelemre lehetett számítani. Sokáig csupán helyzetekig jutottak a csapatok, majd az első félidő utolsó 10 percében elhúzott a szépfőszeder. A második félidőben a fészek az eredmény után rohanva kapkodott. Ekkor óriási iram, kemény játék, szikrázó ütközetek jellemezték a mérkőzést, no és a fészeképítők felzárkózási törekvései. Ez tulajdonképpen sikerült is a kékmezeseknek, de a szépfő remekül őrizte vezetését, így még az első félidőben megszerzett előnye ledolgozhatatlannak bizonyult. A végeredmény 5-3 a szépfő szeder javára. Az utóbbi időben nincs kapusunk, vagy ha van, akkor rögtön lesérül. Az utóbbi meccseink kemények, most szerencsére mi jöttünk ki győztesen ebből. Hát a vége felé azért az ellenfél igen csak nyomott, de szerencsére most tudtuk állni a sorot, és végre megvan a győzelem, mert az utóbbi időben valahogy nem állt mellénk a szerencse. Mi a létünkért küzdünk minden egyes meccsen, de hát ilyen helyzet kihasználása nem hiszem, hogy sok jó eredményt el fogunk még érni az utóbbi pár meccsen, hogyha ilyen marad. Csupán a helyzet kihasználásom volt most egyben? Hát a mai meccsen csupán a helyzet kihasználás. A védekezésünk az már meccsek óta elég gyenge, de
ma azt hiszem, hogyha a helyzeteinknek csak a 40%-át rúgjuk be, akkor egy góllal talán jobbak lettünk volna. Az Aprilia motorosbolt korral összecsapás nem a papírformának megfelelően indult. A korral még az első percekben vezetést szerzett, majd pedig büntetőt hibázott, és ez lehetett a fordulópont. Az Aprilia szervezett, tudatos és nem utolsó sorban szép játéka eredményre vezetett. A letámadás és a határozott offenzívának köszönhetően a fehérmezesek fordítottak, és két gólos előnyük tudatában vonulhattak pihenőre. Fordulás után az Aprilia gyorsan újabb csorbát ejtett a korallon. A kiesés elől menekülő kékmezesek ezután átvették az irányítást, köszönhették mindezt annak, hogy az Aprilia visszahúzódott. A szabadabb támadótér azonban csupán egyetlen találatot fialt, így a találkozót az Aprilia motorosbolt nyerte 5-3-ra. Elég szervezete játszottak, szerintem nagyon jó csapat, és szerintem szoros volt végig a mérkőzés. Talán a kontrákat jobban ki tudtuk használni, kicsit eredményesebben, és talán ezért sikerült gólt rúgni. Utána már nehezebb lett volna nekik szintén gólt rúgni, mert visszaálltunk védekezni. Nagyon elszántan jöttünk, megint rengeteg sérült van, megint 4-en vannak. Megpróbáltunk, de nem is tudok meg semmit mondani. Hetest kihagytuk, szerintem ott volt a fordulópont. A 2-0-nál visszaállunk védekezni. Egy döntetlen minimum ki lehetett volna hozni. Gratulálok az ellenfélnek. A Turuline az eddig pontosan 50%-os teljesítményt produkáló klubfecával csapott össze. Még a puhatorozás időszakában a feca góllal lepte meg ellenfelét, és az így keletkezett hátrány csak nagy nehézségek árán tudta ledolgozni a listavezető. A feca szervezetten védekezett, és a Turul átlövés próbálkozásait is rendre blokkolta. Egy felesleges kiállítást aztán jól használt ki a Turuline, és már is a kékmezesek vezettek. A félidő zárása előtt egyenlített a nagy kedvel játszó klub feca. A második játékrészben a feca újfent meglepetéssel szolgált, 2 góllal elhúzott. A Turuline azonban megmutatta profizmusát és azt, miért is vezeti a bajnoki tabellát. A kékek egyenlítettek, azonban a feca harmadszor is előnyre tett szert. Hiába védekezett fegyelmezetten az utolsó percekben a klub feca, a listavezető szabadrúgásból mentette meg az 1 pontot. A végeredmény 5-5. Olyan nagy tétel mi számukra nem volt, ahogy érezzük, a bennmaradásunk nincs veszélybe, gondoltuk, játszunk ma is egy jó meccset. Az biztos, hogy egyedülálló találkozó ez a mai, hiszen döntetlenre még nem végeztetek idén. Igen, nem a mi szokásunk a döntetlen, mi addig megyünk, amíg nem nyerjük meg a meccset. Hát sajnos sokszor benne szokott lenni, hogy lekontráznak bennünket, aztán vereség lesz a vége. Akartuk nyerni, de ma nem ment ugye a játék, ahogy szokott, ez benne van a fociba, X. Igen, arra készülünk, hogy tartsuk az előnyünket, és majd a bombon ellen a döntőn érezzük, hogy megverjük őket, és akkor eldől minden. Ebbe bízunk. A második helyen álló bombon a 8. Cooper SC-vel találkozott. Ősszel az újonc meglepetésre verte Csucsánszkijékat, de a fehérmezes bajnokaspiráns most megállíthatatlan volt, és már az első játékrészben megnyugtató előnyt szerzett. A második félidőben a bombon visszaállt védekezni, és csupán a gyors kontraakciókra összpontosított. A Cooper nem tudta magát áthámozni a fehérmezesek védelmi vonalán, és az ellentámadásokkal sem értek vissza a saját kapujuk elé. A Cooper SC hiába próbálkozott a góllövéssel, mindössze kapufákra futotta, de abból vagy 3 meccsre valót jegyezhette. A bombon pedig ugyanezt tette a találatokkal, így 11-1-re nyerte a találkozót. Számítottál ilyen sima mérkőzésre? Nem. Bővebben? Egyáltalán nem. Sokkal nehezebb meccset gondoltunk, a tavaszi szezon is kikaptunk tőlük. Nagyon jó kis csapatot győztünk le, én úgy gondolom. A mai mérkőzésen is nagyon jó volt szerinted az ellenfél? Megfelelő időben lőttük a gólokat, én úgy gondolom. Tehát minden olyan esetben, amikor följöhettek volna egy picit, találtunk gólokat, és ez elvette a kedvüket. Cserenélkül érkeztünk, nagyon rosszul jött össze a dolog, a ballagások véget, és ha meg kell mondjam, hogy jobb volt az ellenfél. Ennyivel jobb volt? Hát szerintem azért az eredmény túlzott, mert egy csomó kapufát lőttünk, de hát az nem gól. Az ellenfél meg abban a pillanatban a legkisebb hibánkat is kihasználta, úgyhogy csak gratulálni tudok az ellenfélnek. És akkor nézzük a 21. forduló eredményeit. Blue Hétfő C plusz V 4-6, Bádogos Fedél Kft. 2-3, Széphőszeder Fészeképítők 5-3, Aprilia Motorosbolt Korall 5-3, Turuline Klubfeca 5-5, Bombon Cooper SC 11-1. A tabellát továbbra is a Turuline vezeti 46 ponttal, második a Bombon 40, míg harmadik az Aprilia 38 ponttal. Negyedik a Fedél Kft., ötödik a C plusz V, hatodik a Blue Hétfő,
7. a Klubfeca, 8. a Cooper SC, 9. a Bádogos, 10. a Széphő Szeder 19, 11. a Koral 17, 12. a Suni és Barátai 16 és 13. a Fészeképítők 15 ponttal. Az 1B 21. fordulóbeli eredményeit Truck Trailer SC Poyák BT 1-2, Fejér Víz MÁV Gépészet 2-5, Fejérvár Horgászbolt Maratonsport 1-4, Selgáz Ságépítő RT 4-1, Dekkebau Más Tészta 5-1, Zöldker Hungária Taxi 6-2, Fevita Lancaster-Fém 6-8. Itt a tabellát a MÁV Gépészet vezeti 48 ponttal, és második a Maratonsport szintén 48 ponttal, a Fevita már leszakadt harmadik 45 ponttal. Negyedik a Poyák BT, ötödik a Dekkebau, hatodik a Zöldker, hetedik a Truck Trailer, nyolcadik a Más Tészta, kilencedik a Fejér Víz, tizedik a Ságépítő RT, a kieső helyeken pedig 11. a Hungária Taxi 21, 12. a Fejérvár Horgászbolt 19, 13. a Lánkászköfém 18 és 14. a Selgáz 6 ponttal. A 22. fordulóban, azaz a jövő héten a C+V a Bádogossal, a Korral, a Turul Line-nal, a Fedél Kft. A Széphő Szederrel, a Fészeképítők a Suni és Barátaival, a Klubfeca a Bombonnal és a Cooper SC a Blue Hétfővel találkozik majd. A jövő héten az Aprilia Motorosbolt lesz a szabadnapos együttes. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket, ennyi volt a kispálya, a legközelebb jövő héten jelentkezünk, kérem tartsanak önünk akkor is. Viszontlátásra!